Ma esti szenzációs hírünk, hogy megjelent a februári meteor. A háttérben nagyban dolgozunk rajta, tuszkoljuk be a borítékokba. Holnap reggel fogom feladni. Ez a legjobb szám idén, minden esetre. Mai vendégünk pedig a legjobb előadónk, Kis László, MTA Csillagászati Kutatóintézete. Az antarktiszi csillagászatra fog nekünk előadást tartani. Stílszerűen nagyon hideg van, trenírozzuk magunkat az antarktiszi viszonyokra. Az elmúlt egy hétben 60 centi havat lapátoltunk el a Polaris teraszról. Legalábbis elnyitottuk a munkát. Én most el fogok tűnni a háttérbe, szokás szerint, mert éppen kedv van és mindenféle nyüzsgések, egyebek. De figyelem, hogy mi folyik majd az előadás közben, és jövök majd bejelenteni, hogy ha vége. Jó. Egyébként korlátlan időnk van, át is adom a szót. Jó, köszönöm szépen. Hát egy antarktiszi csillagászat, ugye ez a nagy kék ég alatti hóréteg, ugye illusztrálja nagyjából a egésznek a lényegét. Ugye föltették, voltak emberek, akik föltették nekem a kérdést, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, vagy egész pontosan, hogy kerül a jégdarab, a, mondjuk így, hogy a képernyőre. Hát ugye mondhatnánk azt, hogy hát mit tudom, ez egy érdekes téma, vagy akármi. De az a helyzet, hogy az elmúlt években, hát végül is két év az már évek, az elmúlt években hát több szálat is kieresztettem szakmai tevékenységem során az Antarktisz felé, és hát tulajdonképpen ez adta az apropót, hogy beszéljek erről az érdekes témáról. Azt nem kívántam, ez jó helyen van. Az nem csinál semmit. De az nem az egér, az nem egy egér. Az csak egy ilyen USB kis bizbasz. Ki lehet mi a fene cenzúrázni. Tehát ugye ez valamiféleképpen, tehát nem csak úgy ad hoc, vagy lárpúrlár, vagy egyéb ilyen idegen kifejezéssel illethető módon beszélek az antarktiszi csillagászatról. Valami kis icipici közöm van hozzá. Majd néhol említem, hogy itten ebbe a területbe valami szerepecske, mikroszerepecskét játszottam, meg hát remélhetőleg fogok játszani. Tehát valamiféleképpen szorosabb a kapcsolat, mintha csak úgy egy ilyen karosszék csillagászként az ember olvasgatta jeges tájak csillagászatáról. Most ugye azt is el kell még mondanom itt a legelején, hogy külön köszönettel tartozom egy nagyon szimpatikus fiatal embernek, egy John Lawrence nevű űrgének, aki a Macquarie Egyetemen, illetve az Angol-Ausztrál Obszervatóriumban dolgozik, immár a másfél éve, korábban egy másik egyetemen dolgozott. Ő egy Sydney, hát volt kollégám, akitől a bemutatott prezentációnak a túlnyomó részét kaptam. Tehát egy idő után az ember kellő szenioritást elérve már nem állítja össze az előadásét, hanem tudja azt, hogy kitől kell elkérni. Most ennek van egy olyan haszna, hogy olyan dolgokat tudok mutatni, amiket nem lehet Google a barátommal megtalálni, tehát nem olyan publikus, hogy most akkor beütjük, hogy images.google.com, és akkor Antarctic Astronomy, mert ezek olyanok, amik nincsenek ilyen formában, fönt honlapokon, vagy nem ilyen formában vannak, tehát valamiféleképpen egy kis exkluzivitást ad az egész hát anyagnak, amit itt most a következő egy órában igyekszek gyorsan hát végig pörgetni. Miről fogok beszélni? Hát arról fogok beszélni, hogy tulajdonképpen miért is menjünk, vagy miért is mehetünk az Antarktiszra csillagászként, megfigyelő csillagászként. Na most én nem azt mondom, hogy a nagy feneket akarok keríteni a dolgoknak, mert hát a nagy fenék az egy olyan dolog, amit nem biztos, hogy mindenki szeret, de valamiféleképpen mégiscsak kontextusba helyezném az egész előadást azáltal, hogy összefoglalnám, vagy fölvezetném egy ilyen folyamatosan erősödő, crescendo-szerű bevezetéssel, hogy miért is építünk egyre nagyobb távcsöveket, milyen hely az, amit csillagászatilag kedvezőnek tekintünk, és akkor ezeket áttekintve hát rá fogok utalni, hogy
Na és akkor vegyük észre, hogy a Föld felszínén ezeket és ezeket és ezeket a kritériumokat az Antarktisz elégíti ki a legjobban. Tehát ezért van ez, hogy egy ilyen viszonylag hosszú bevezetés lesz. 59 slide-ból azt hiszem, hogy 28, tehát majdnem fele egy ilyen bevezetés, ami tulajdonképpen egyfajta csillagászati műszertechnika röp áttekintés, de talán nem lesz teljesen érdektelen. Tehát majd amikor látom, hogy unatkozik a társaság, akkor majd gyorsítok rajta. Tehát ezért aztán beszélek majd itt, milyen távcsöveket használunk, mik a fő paraméterek. Egy picikét, bár Fűrész Gábor ennek az igazi szakértője köreinkben, de egy picikét beszélek majd az extrém nagy távcsövekkel kapcsolatos elképzelésekről, ugye ELT projektekről. Egy indur-pindurkát a légköri turbulenciáról, elnyerésről és emisszióról, mi történik közepes földrajzi szélességekkel, és akkor milyen helyek is jöhetnek számításba az Antarktiszon, mint csillagászati megfigyelő bázisok. Fontos megjegyezni, hogy semmiféleképpen még csak érinteni se fogom, még egy hangyányi, még egy atomnyi távolságba se kerülök a Antarktisz jegéből előásott meteoritok csillagászati elemzéséhez, mert az nem csillagászat, az valami geológia, az kit érdekel, planetológia. Tehát itt most valódi csillagászatról kívánok hát beszélni. Természetesen ezzel azért elismerem, hogy aki ebbe a jégbe belefurkál, és aztán tudós, az sok okosat ki tud hát mondani, amit én nem tudok kimondani. Tehát ez lesz nagyjából az előadás menete. Ugye klasszikus ábrák, mindenki látta már, távcsövek fejlődése Galilei óta, vízszintes tengén az idő években, függőleges tengén a távcső átmérő méterben, egy log-log skála, vagy egy logaritmikus skálán, ez nem logaritmikus, ezt meg nem nagyon szeretnénk. Tehát itt az egy ezred métertől, ami az egy milliméter, től az ezer méterig terjed a skála. Ugye itt a szabad szemünk, az valahol a 1/100 méter, azaz a centiméter alatti régióban tartózkodik, hogy a Galilei itt már elkezdte a logaritmikus skálán való fölmászást, és aztán lehet látni, hogy igazából 4 évszázad távcsőve olyan szépen ezen a logaritmikus skálán egy ilyen egyenes mentén hát szóródnak, ami azt jelenti, hogy a távcsövek átmérőjének fejlődés egy ilyen hatványfüggvényt követ. Való hatványfüggvény meredeksége valamit mond. A lényege ennek az egész ábrának az üzenete, hogy a távcsövek méretét a mindenkori technológiai lehetőségek határozták meg. Mi az, amit meg tudunk csinálni? Tehát a csillagászok ilyen értelemben alapvetően mindig is feszegették a technológiai határokat. Ugye a 16.-17. század fordulóján az üveg minősége volt a fő. Pontosan hát az üveg, azt a minőséget nem lehet minőségnek nevezni, az üveg mondjuk így állapota, hát volt az, ami befolyásolta, hogy mekkora távcsövet lehet. Ugye ennek a korlátait a 19. század el is hozta. Ugye onnantól kezdve nem is építünk már egy méternél nagyobb refraktorokat. Aztán itt most egy nagy ugrás, ugye körülbelül 20 évvel ezelőtt megjelent ténylegesen gyakorlatilag a több tükrös technológia, ugye a keg távcsövek 10 méteres tükreit, azok már nem egybeöntött tükrök, hanem ilyen mozaik tükrök. Valahol a 90-es évek közepén értük el a limitjét az óriás egytükrű teleszkópoknál. Ugye akkor a 90-es évek közepén, amikor megjelentek az első 8 méter körüli távcsövek egybetükörrel, azóta nincs nagyobb. Tehát senki nem tervez 12 méteres egybetükrű távcsövet, vagy 20 méteres egybetükrű távcsövet. Az körülbelül a technológiai limit, amit jelenleg a technikánk tud. Tehát a távcsövek fejlődésénél a technológia az mindig is volt a legfőbb korlátozó tényező. Na most hol járunk ma, ugye óriás távcsövek területén? Ugye a 8-10 méteres kategória jelenti a abszolút topot jelenleg. Ugye amerikaiak ugye nagyon büszkék a Gemini teleszkópokra, két darab 8 méteres, egy Hawaiion, második pedig Chilében. Ugye itt fönt van, ez itt a Hawaii, ez itt a chilei 8 méteres, az ott egy ember, ez itt egy halszemoptikás felvétel a főtükörről. Tehát ezek ugye jó, jelentős, nagy méretű tükrök, egybetükrök, gyűjtik a fényt,
ami azt jelenti, hogy vagy nagyon távoli dolgokat meg lehet velük figyelni, vagy közelieket lehet nagyon-nagyon fölbontással, akármilyen fölbontással is gondolunk, hát megvizsgálni. Hasonlóképp ugye Európa büszkesége a nagyon nagy távcső, a Very Large Telescope, ami Chilében, Cerro Paranáon található, ugye abból egyből 4 épült meg, amelyeket mondjuk össze is lehet kötni ilyen hosszú alagútban, és a fényüket összekombinálva egy hatalmas nagy interferométerhez juthatunk, aminek ugye a maximális fölbontása olyan, mintha lenne egy 137 méteres távcsövünk ott a Paranál hegy tetején. Meg hát ilyen mindenféle hatalmas nagy műszerek épültek hozzá. Ugye azt kell látni egyébként, hogy minél nagyobb távcsövet építünk, a hozzá csatlakozó műszerek is egyre nagyobbak. Tehát amikor majd később beszélek az extrém nagy távcsövekről röviden, akkor azt nem mondja ott egyik fólián, nem mondom egyik fólián se, de valójában ott arra kell gondolni, amikor építünk egy csarnok méretű óriás távcsövet, ahhoz gyakorlatilag egy másik csarnokot kell építeni a műszereknek. Tehát azért az ember itt, aki nem egy hobbit, hanem egy normál méretű ember, azért jelzi, hogy itt nagy méretű dolgokról van szó, már csak a műszereknél is. Ugye ezek a 8 méter, tehát az egybetűkrű limitet jelzik, ugye a mozaik tükröknél a Keck 1-2 teleszkópok nagyon sikeresen demonstrálták, hogy igen, ez működik, ez jól működik. Ugye 30-valahány tükör, talán 36 darab tükörből áll a 10 méteres effektív gyűjtő felület, amelyet ugye ilyen aktív fölfüggesztéssel lehet pontos alakra hát beállítani. Tehát ez ugye a jelenlegi limit. Van egy ilyen nagyon ronda táblázat, ez igazából nem elolvasásra van szánva. Tehát 3 métertől fölfelé 10 méterig, 2 évvel ezelőtti állapot, hogy akkor mik voltak a legnagyobb távcsövek. Ugye Keck 1-2, Hobby Eberle, Subaru VLT, Gemini Észak, Gemini Dél, a Multiple Mirror Telescope, ugye Arizonában, Magellan 1-2, és akkor itt jön az orosz büszkeség, a Bolshoi Teleszkóp Azimut, Nizhny Arkhiz mellett, ugye Zelencsuk hegyén, és még egyéb dolgok itt vannak, itt aztán lefelé 3 méterig. Ausztrália büszkesége, az angol-ausztrál, itt van a táblázat közepén. Ugye azóta néhány meg is épült újabbak. Ugye a Arizonában a 2x8,4 méteres Large Binocular Telescope, ez ugye tavaly előtt kezdte, az 2008-ban volt. Ugye a Gran Telescopio Canarias, ez tavaly kezdte el a fénygyűjtést, az 10,4 méteres, tehát az most jelenleg a legnagyobb távcső a világon. Ugye a Kanári-szigeteken, akkor a SALT, a South African Large Telescope, az megint csak egy ilyen Hobby Eberle típusú, mint egy rádiótávcső, csak optikai, az ugye 10 méteres effektív. És aztán itt jönnek mindenfélék, ugye a kínai, a Klamosztja, a Discovery Channel teleszkóp, az is egy ilyen 4 méteres, a Vista, az most kezdte el januárban. Ez lehet látni azért, hogy épülgetnek, de hát a 10 méter ez a felső limit. Tehát ez az, ami a technológiában jelenleg ugye a határ. Most miért készülnek ezek egyáltalán? Itt kellett, emlékeim szerint itt volt korábban egy fólia, ahol még a Hubble űrtávcső is volt, de ezt most hagyjuk ki, űrtávcsőekkel most ne foglalkozzunk. Ugye miért épülnek ezek? Hát ugye azért épülnek ezek az egyre nagyobb távcsövek, mert ugye a távcsöveknél az átmérővel egyrészt skálázódik az, hogy mennyi fény gyűjt össze, milyen halványokat lehet detektálni, illetve milyen éles képeket lehet készíteni. Ugye itt van egy ilyen móriczka ábra, hogy mi történik akkor, hogyha van egy teljesen ideális légkörünk, teljes ideális távcsővel, aminek D az átmérője, akkor ugye egy csillag képe, pont képe nem pont, hanem egy ilyen elhajlási kép, ugye az éri korong és az éri gyűrűk, ahol diffrakció limitált esetben, tehát amikor ténylegesen a fény hullám jellege determinál, meghatározza a fölbontást, ott ugye valahol a hullámhoz per átmérő mondja meg a felbontást, a legélesebb részleteket. De nyilvánvaló, hogyha az átmérőt növeljük, akkor egyre kisebb részleteket tudunk hát megfigyelni. Ez itt egy ilyen móriczka ábra, kis távcső, nagy távcső, csillag képe, egy ilyen nagy korong és egy kis korong. Pusztán amiatt, hogy egyre nagyobb lett a távcső átmérője. Itt van egy ilyen móriczka ábrasor, kicsit fejlettebb
Móriczka ábrasor, hogy ez hogy jelentkezik meg ideális esetben, egy 2 méteres, egy 4 méteres és egy 8 méteres távcsőbe gondolkozva, egy nagyon távoli galaxisra, hogy egyre javul a fölbontás, itt ugye 4-szer finomabb részletek megkülönböztethetők, mint mondjuk a 2 méteres távcsővel. Na persze ez ugye nyilván ez csak a légkör nélküli hát elv. Az érzékenység pedig ugye teljesen világos, minél nagyobb felület gyűjti a fényt, annál halványabb dolgokat lehet hát észlelni. Most a következő lépés, ami a következő évtized távcső fejlesztéseit hát determinálja jelenleg, azok ez az óriás, az extrém, szélsőségesen nagy távcsövek. Tehát ugye jelenleg elértük az ilyen 8-10 méteres technológiának a határát. A következő, az álmok álmodói következő lépésként nem vacillálnak, nem szőröznek, nem 12-3 méteresben gondolkodnak, hanem egy újabb kvázi nagyságrendi, legalább 2-es faktorbeli lépésben gondolkodnak, tehát legalább 20, de ha lehet inkább 30-40 méteres extrém nagy távcsövekben tovább növelni ugye a fölbontást, a potenciális fölbontást, illetve az érzékenységet. Ugye itt erre 3 példa van, ami mindjárt jönni fog. Jelenleg 3 olyan ELT, tehát extrém nagy távcső megépítésére vonatkozó projekt zajlik, amelyeknek tényleg van valós esélyük a megvalósulásra. Szép tervek vannak mindenfélék, még emellett is, de ez az a 3 projekt, ahol már elkezdődött, most az első 2 az, ahol már elkezdődött a dollármilliók költése, a harmadik aznál, ahol pedig az eurómillióknak a kalapozása történik éppen. Tehát ezek azok, amik tuti biztos, ezek közül egy meg fog épülni, az, ami biztos. A 2 az már nem valószínű, de egy ebből a 3-ból nagy valószínűséggel a következő 20 évben megépül. Tehát a diákjaim már egész nagy tudományt fognak ezzel, ezek közül valamelyikkel hát csinálni. Egy kis áttekintés erről, ugye bizonyos szakértők szerint a legnagyobb esélye a sikerre a 30 Meter Telescope-nak, röviden TMT-nek van, ami ugye a California Institute of Technology, Caltech, University of California, illetve privát támogatók összetett hát financiális erejéből gazdálkodik, és valójában egy 30 méteres főtükröt álmodtak meg, ami pontosan lekoppintja a 10 méteres kek távcsöveket Hawaiion. Tehát igazából nincs technológia, igazi technológiai újdonság, pusztán csak föl van skálázva 3-szor nagyobb átmérőre, azaz 10-szer nagyobb fénygyűjtő felületre. Az elképzelésekben az szerepel, hogy 1000 darab 1 méteres tükröt egymás mellé mozaikoznak, és azt az 1000 darab tükröt fogják majd egy ilyen aktív fölfüggesztéssel a pontos, kívánt formára. Tehát lehet itten kételkedve nézni rám, én csak továbbítom, hogy mik az elképzelések. És ennek a becsült költsége olyan 500-700 millió amerikai dollár. Itt most már lehet is egyébként sejteni, hogy miért mondom azt, hogy ebből a 3-ból 1 fog megvalósulni. Azért, mert ezek nagyon drága dolgok, és egy ilyen megvalósulása gyakorlatilag sok évre elszívja az optikai csillagászatra fordítható teljes pénzmennyiséget. Tehát nincs az a amerikai elnök, nincs az a gazdaság élénkítő tudomány injekció, ami lehetővé teszi szerintem 2 ilyennek a megépítését. De most jelenleg verseny zajlik, és jelenleg folyik a dollármilliók költése egyébként, és ezért ez azt jelenti egyébként, hogy valaki ezen nagyon nagyot fog bukni. Az, amelyik végül is nem valósul meg. Na mindenesetre ez az a terv, amire azt mondják sokan, hogy ez tényleg van esélye, hogy megvalósul, mert hogy egy jól ismert technológia van felskálázva. Persze erre mondják más szakértők, hogy hülyeség, mert ez annyira nagy, annyira komplexebb, annyira bonyolultabb ezt a rendszer, hogy hiába ugyanolyan, attól még szabályozás technikailag egész más a klasszis, amit meg kell oldani ennél a problémánál. Mindegy, ez egy ilyen állítás. Ugye a másik amerikai. Ez teljesen új. Mindenféle szempontból teljesen új. Itt nem kis mozaik tükör, hanem ilyen virágszirom-szerűen 7 darab 8,4 méteres egybetükör egy ilyen nagyon csúnya elrendezésben.
épülne meg. Ez amerikai intézetek együttműködése, Ausztrália is megjelent 10%-os partnerként, Dél-Korea is azt mondta, hogy ő igen, őt érdekli, tehát nemzetközi amerikai projekt, körülbelül 25 méteres átmérő, azért körülbelül, mert más az effektív átmérő, ha fölbontásba gondolkodunk, és más az effektív átmérő, hogyha a fénygyűjtő képességbe gondolkodunk. 1500 tonnás szerkezet, és ez is egy valamiféleképpen már létező távcsöveknek, a 6,5 méteres Magellan távcsöveknek, illetve a 2,8,4 méteres Large Binocular Telescope-nak, tehát a nagy binokuláris távcsőnek a valamiféleképpen egy kombinált leszármazott eszköze lesz. Ennek a becsült költsége, hát itt 600 millió dollár szerepel, de szerintem ez már inkább 800 millió körül jár. Ugye hát inflációs, a többi, illetve a költségek, azok mindig emelkednek. Na most ebben is ugye nagyon sok intézet, nagy a presztízs harc, hogy vagy a 30 méteres, vagy az óriás Magellan, hogy a GMT épüljön meg. Hát Amerika nem tud megengedni kettőt, de hát lehet, hogy akár kettőt is megépít. Hát jó, ez annyira fantázia, ne is érintsük. Illetve ugye a utóbbi években az ESO visszafogta a korai nagyon extrém elképzelést a 100 méteres Overwhelmingly Large Telescope-ról, ugye ahol a felülmúlhatatlanul nagy távcső. Ugye ezért azt belátták pár év után, hogy nem, ez nem fog menni. Tehát ezt visszavonták a 100 méter, most már egy 42 méteres átmérőben, ugye 42, fölismeri mindenki a számot, gondolkodnak, ahol szintén 1000 darab, de 1,4 méteres tükör, 6 méteres segédtükör, egy hatalmas nagy lesz még ez is. Most ugye teljes költség az olyan 1 milliárd euró, sok vagy kevés, attól függ. Ha van, akkor nem sok. Ha nincs, akkor eléggé sok. Na most az ESO, az Európai Déli Obszervatórium, ugye Európa vezető csillagászati kormányközi és nemzetközi szervezete jelenleg kalapozik, hogy ezt megszerezze, ezt a pénzt. Most honnan? Új tagországok csatlakoztatásával. Még ilyenek is elhangoztak, hogy például India vagy Kína csatlakozzon az ESO-hoz. Ugye Kína az nagyon nagy nyereség lenne, mert az ESO tagdíj az a GDP arányában van kiszámítva. Tehát a kínai GDP az annak ellenére, hogy nem az átlag GDP nem olyan nagy, de mégiscsak több mint 1 milliárdan vannak, tehát igen nagy a kínai GDP, tehát egy kínai tagosulás. Na most az a helyzet, hogy Kína nem akar az ESO-ba tagosodni, de az ESO vezetésben van, aki arról álmodozik álmatlan éjszakán, hogy milyen jó lenne, ha Kína csatlakozna, mert akkor lenne pénz erre. De most az, ami realisztikusan fölmerült, hogy például Ausztrália csatlakozzon, Kanada csatlakozzon, India csatlakozzon. Hogy Magyarország csatlakozzon ehhez, van, akiben fölmerül, de az igazság, hogy hát Magyarország ehhez szerintem 1000 euróval tudna hozzájárulni, tehát nem biztos, hogy az... Tehát az ESO szempontja, tehát nekünk magyar csillagászoknak nagyon fontos lenne az ESO csatlakozás, de az ELT megvalósulása szempontjából teljesen mindegy, hogy Magyarország tag vagy sem. Mert a mi hozzájárulásunk ez nagyon picike lenne. De a lényeg az, hogy tehát most erre sincs meg még a pénz. Tehát három hatalmas nagy távcső terv van, mert szeretnénk a fény gyűjteni. Menjünk tovább. Mi okozza azt, hogy mégsem épülnek adott esetben 100 méteres távcsövek egyik napról a másikra? Azért, mert egy légkör alatt vagyunk. Tehát mondtam, egy nagyon széles feneket kell itt most egy fölvezető elképzelést, vagy fölvezetést tartok. A légköri turbulencia, mindenki ismerek már nézett távcsőben, soha nem látjuk a diffrakciós határt egyetlen egy távcsőnkkel se. Esetleg, nekem volt egyszer egy 6 mm-es távcsövem, amit egy kinder tojásban találtam. Tehát van olyan kinder tojás, amit fölbontasz, megeszed, ha szereted, fölnyitod a kis sárgát, és akkor egy ilyen kis cső, aminek egy ilyen 6 mm-es lencse volt a végén. Na, annak lehet, hogy látjuk a diffrakció határolt képét, de általában nem látjuk. Ugye ennek az oka az, hogy a légkör, amin keresztül nézünk, turbulenciákkal terhelt, ugye a bejövő fénynek a hullámfrontja legalább annyira eltorzul, mint az én nadrágom a hátulsó oldalamon, ez az rendkívül erős fűtés miatt.
És ezért aztán, nem kell hozzányúlni, nem, mindjárt elmegyek odaibb. Ezért aztán egy diffrakció határolt ilyen szép éri korong, meg éri gyűrű helyett mit látunk? Egy ilyen ronda felhőt. Egyszerűen a földi légkört elcsúfítja. És mondjuk egy egyméteres távcsőnek a diffrakciós határa az 1/10 ív másodperc. Aki észlelő, az tudja, hogy az micsoda, aki nem észlelő, annak azt mondja, hogy ez egy nagyon pici szög. Na most ahhoz képest, hogy egy egyméteres távcsővel már egy 1/10 ív másodperc lenne a fölbontás, valóságban, még a Föld legjobb helyein is, általában egy csillag kép egy ilyen diffúz paca, egy maszatos felhő, aminek még a legjobb helyeken is az átmérője legalább fél ív másodperc. De Magyarországon inkább 2-3-4 ív másodperc. Tehát borzasztóan rossz. Tehát mi a távcsöveinkkel a földi légkör miatt soha nem tudjuk, ott ez egy télé maradt, soha nem tudjuk elérni a diffrakció határól dolgokat. De azért itt van azért, hogy a legjobb helyeken fél ív másodperc, tehát azért vannak helyek a Földön, ahol meg lehet közelíteni. És persze nyilván vannak technikák, amivel lehet segíteni, de ebbe sem menjünk most bele. Ugye a seeing csinál egy ilyenből, csinál egy ilyet, ugye a seeing hatása ilyen szép galaxis képből egy ilyen diffúz paca lesz. Én láttam már olyan rossz seeingű eget, ahol a Szaturnuszon nem látszott egy 60 centis távcső el, hogy gyűrűje van. Tehát ott a becsült seeing az 30 ív másodperc volt, mert egy ilyen nagy diffúz paca volt a Szaturnusz. Hát van az úgy. De én ezt piszkésen is látom. Én Ausztráliára gondolok, de piszkésen is látom. Piszkésen is látom. Érted, hogy a Szaturnusz egy nagy diffúz paca volt. De a lényeg az, hogy a légkör és turbulenciái nagyon megnehezítik az életünket. Tehát egyszerűen nem lehet túlhangsúlyozni, hogy mennyire megnehezítik az életünket. A másik dolog, hogy a földi légkör áteresztése az egy borzasztó erős hullámosfüggést mutat. De azt lehet látni, hogy a légköri elnyelés 100% nem látszik át. 0% teljesen átlátszik. Ugye lehet látni itt az optika, és itt a vízszintes tengely logaritmikus skála hullámhoz 1/10 nanométertől 1 kilométerig. Elég széles ez a hullámos skála. Itt középen ez a kis színes csík, ez itt az optikai tartomány, ahol mi látunk, ahol átlátunk a légkörön. És aztán lehet látni, hogy ugye ettől rövidebb hullámszakon gyakorlatilag teljesen átlátszatlan a földi légkör. Infravörös felé vannak ablakok, meg vannak hát gyakorlatilag ólomfalak, ahol nem látunk át a földi légkörön. Ezt elsősorban vízpára okozza egyébként. Ugye ezért van az, hogy bizonyos hullámhosszakon, például infravörös, ez a 100 mikronos hullámosszon, elvileg ki kell mennünk az űrbe. Tehát nagyon-nagyon limitált az a hullámosz tartomány, amit mi a Föld felszínnől el tudunk érni. De azt jelenti, hogy ugye bármit, hogyha akarunk részletesebben megvizsgálni, akkor valójában ki kell menni az űrbe, és akkor össze kell vetni a földi és az űrbéli méréseket. Azt azonban nyilván nem kell mondani, hogy kimenni az űrbe nagyon drága. Ugye egy 2 méteres távcső a Földön mondjuk ki lehet hozni 10 millió dollárból, 20-ból, 10-20 millió dollárból, a Hubble űrtávcső az 2 milliárd dollárba került. Tehát olyan 200-100-szor többe. Tehát az űrbe kimenni az nagyon drága. Tehát itt már azért kezdem már terelni a gondolatokat. Mint amikor az embernek mondjuk, mit tudom én, van egy szép birka nyája, és jönnek a farkasok. És akkor a farkasok ugye valami hangokat kibocsátanak, a birkák megriadnak, és akkor szétszaladnak. És akkor az eddigi gondolataim, mint a birkák, amik szétszaladtak, most már kezdem az antarktiszi karámba terelni ezeket a gondolatbirkákat, talán már lehet érezni, hogy igazából arra gondolok, hogy igen, itt hullámhoz, fölbontás, stb. Ki kell-e mennünk az űrbe? Igazából ez a nagy kérdés. Tényleg ki kell-e mennünk az űrbe? Tényleg kell-e 100-szor annyit fizetni egy 2 méteres távcsőért, hogy egy 2 méteres távcsőnek a képességeit kihasználjuk teljes mértékben? Ez az, ami valami félképpen egy ilyen karámot a eddigi gondolat birkák köré kezd kirajzolni. Aztán egy másik dolog, hogy a földi légkör nem csak elnyel, hanem ki is sugároz. Ugye minden test sugároz, én is sugárzom. Ugye Woody Allen mondja, hogy minden tágul, az univerzum tágul, én is tágulok. Ugye ez nem igaz, nem menjünk bele, hogy pontosan miért, én se tudom igazából, de az viszont igaz, hogy az egész univerzum sugároz, lásd kozmikus háttér, én is sugárzom, egy a nagyságrendileg 310 kelvines fekete testnek megfelelő infravörös sugárzást bocsátok ki. Ugye forró testek, mint a nap, az a látható fényben sugároz,
a hidegebb test, a kezem, hát az elég hideg, vagy például ez a általában melegnek nevezett, de olyan ez is csillagász értelemben hidegebb, ez a fűtő test, ez ugye infravörösben sugároz. És akkor mondjuk, ha megnézzük azt, hogy mi történik a hullához függvényében, akkor van a nap, jó, és aztán eltűnik, és akkor mondjuk a Földnek a sugárzás az ilyen 9-10 mikronon jelentkezik. Tehát ott emlék, ha visszaidézzük az előző ábrát, talán vissza tudom hozni, itt 9-10 mikronon például, hoppá, na hát át is látszana a légkör, de akkor meg bejönnek ezek a hülye sugárzások, a hősugárzás. Emellett végre átlátunk, tehát megyünk az infravörösbe bele, végre kezdünk átlátni a légkörön, és akkor bejön a Föld sugárzása. Nehéz. Hát hiába, az élet tudar, hogy idézzem Borzsolt akadémikus kedvenc állítását. Tehát nem olyan könnyű dolog igazából megtalálni azt, hogy mi is az optimális, mi is a legjobb, meg mire is kell figyelnünk akkor, hogyha mondjuk egy forradalmian új távcsövet akarunk, forradalmian új detektorokkal például az infravörösben használni. Most mi történik közepes földrajzi szélességeken? Ugye mi is most egy közepes földrajzi szélességen vagyunk. Az eddigiekből talán leszűrhető volt, hogy egy jó csillagászati mérőhelynek a legfőbb paraméterei között, ezek vannak itt kiemelve, a turbulencia ne legyen erős, tehát legyen nyugodt a légkör fölötte, ha csak lehet talajtól mondjuk 10 km-es magasság, 100 km-es magasságig. Az felszíni szélsebesség, hát ne legyen nagyon szeles. Tehát senki nem szereti azt, hogy mondjuk kilép az obszervatórium és elviszi a 200 km/h szél. Tehát én ezt átéltem már, nem volt egy nagyon jó érzés. Valószínűsíthető, hogy nagy tengerszint feletti magasság az hasznos. Hát ez sok minden miatt valószínűsíthető, ezt nyilván nem kell magyarázni. Legyen száraz, tehát az a víz elnyelés, az ne legyen, ott már a rövidebb infravörösben sem. Legyen hideg, ha csak lehet, hogy ne sugár, hogy te, most lehet látni azért jelentősen bejön azt, hogy infrával is szeretnénk mérni, nem csak optikaiba. Legyen hideg, és hát legyen sötét. Hát most mit tudom én, egy hatalmas nagy, mondjuk így szárító kamrával és hűtőházat fölépítünk mondjuk Budapesten a Deák téren, az lehet mondjuk nagyon száraz, nagyon hideg, de azt mondjuk nem lesz sötét. Tehát itt azért nem olyan könnyű ezt ugye kitalálni. És akkor itt vannak ilyen különböző helyek, ahol jelenleg is vannak ugye nagyon jó asztroklímájú csillagászat megfigyelőek, ugye Kanári-szigetek, Hawaii és Chile, ők ezek a abszolút topon levők, amik már ki vannak építve, és hát zajlanak ugye vizsgálatok, hogy Üzbegisztán, Tibet, Grönland, tehát egy ilyen helyeken esetleg lehetne még. Mexikóban is vannak ilyen meglepően nyugodt helyek, ahol esetleg lehet valamit még a jövőbe távlatilag hát gondolkozni. Persze felhetnének is, hogy mi a fenének, hogyha ha már ismerünk néhány helyet. Hát ugye Hawaii az gyakorlatilag be van építve. Ott a helyében szülött, tehát őslakosok már nem engedik igazából nagyon újabb műszerek építését. Hát Chile az egy jó hely, ugye szerencsére Chile gazdaságilag és politikailag is igen stabillá vált az elmúlt 20 évben. Kanári-szigetek se olyan rossz, de azért nyilván földrajzi hosszúságban gondolkodva, amikor itt éjjel van, nem, amikor itt nappal van, akkor a Föld más helyén van éjjel, és vannak olyan típusú mérések, ahol kéne a teljes 24 órás. Tehát vannak olyan obszervatórium, vagy mondjuk így távcső hálózatok, amelyek fölött soha nem kell fel a nap. Ugye Bakos Gáspár Head South projektje ez ilyen. Ugye Head South-nál mindig valahol éjszaka van. Tehát ugye azért az egy fontos dolog, hogy más hosszúságokon, mondjuk itt Ázsia, ez itt egy ilyen nagy üres folt, ahol nincs jelenleg igazán nagy, ugye indiaiaknak van Himalájában. Hát már létező obszervatórium, meg terveik is óriás távcsövekhez. A lényeg az, hogy a közepes szélességeken itt vannak ilyen helyek, amiket ugye lehet jónak is lehet, tehát meg lehet találni mondjuk a legjobb helyeket, és van néhány érdekes fölvetés, ahol esetleg még további fejlesztések elképzelhetők. Most ezek után nézzük meg akkor végre, tehát 40 perc után rátérek végre az előadásnak a témájára, mi a helyzet az Antarktisszal. Azon kívül, hogy az egy igen távoli és igen hideg hely. Tehát milyen antarktiszi hely, egyáltalán hogy kerül az Antarktisz, mondjuk így, egyáltalán hogy vetődik fel.
Ugye a déli sark, ugye Antarktisz, ugye mi valahol, ugye ez most alul nézetben a föld déli pólusa irányából mutatja az Antarktiszt. Ugye a hetedik kontinens, jéggel fedett hatalmas nagy terület. Nagyon sokáig, és a legelső tudományos mérőbázisok, vagy bázispontok a déli pólus közvetlen közelében épültek ki. A déli pólusnak van egy olyan előnye, ami innen nem biztos, hogy föltűnik, hogy viszonylag jól meg lehet közelíteni, ez itt jéggel borított, de ezért be lehet itt menni megfelelő időszakokba hajóval. Tehát hajóval megközelíthető pár száz kilométeres távolságra, ami már elérhetővé teszi a dolgot. Most az, ami fontos, nem mindenki ismeri az Antarktisz földrajzát. Később lesznek még majd olyan térképek, amik mutatják az Antarktisz földrajzát kicsit jobban. Az Antarktisz egy hatalmas nagy fennsík. Az átlagos tengerszint fölötti magasság az Antarktiszon olyan 3-4 kilométer közé esik. Ugye maga a déli pólusnak a tengerszint fölötti magassága 2800 méter. És utána itt ez a rész, az antarktiszi plató, ami egy nagyon alapos és nagyon nagy magasságú, nagyon nagy tengerszint fölötti magasságú terület. Ezek azok a régiók, amelyeket megvizsgáltak már tudósok az elmúlt mondjuk így, hogy 10-15-20 évben, esetleg csillagászati mérések végzésére. Ugye a déli, tehát a sarkvidéknek ugye megvan az az előnye, ami ugye egyben nyilván hátrány is, hogy vannak fél, akár ugye déli sarkon a legszélsőséges esetben fél évig tartó éjszaka. Tehát folyamatos méréseket lehet végezni több hónapon keresztül. Kicsit kevésbé déli szélességeken, mit tudom, ez itt ilyen 12 fok, 15 fok, bocsánat, tehát 1500 kilométer, mínusz 70, tehát 75 fokos déli szélességnél nincs fél éves éjszaka, de még ott is több hónapig tart maga az éjszaka, sarki éjszaka. Tehát nincs ez a nappalok és éjszakák váltakozása, ami a közepes szélességeken levő obszervatórióknál óhatatlanul megszakítja a mérést. Tehát van nagyon sok olyan csillagászati mérés, ahol szükséges a folyamatos mérés. Az egy másik dolog, hogyha infravörösbe megyünk el, akkor az infravörös tartományban, tehát ilyen néhány mikron, közepes infravörös, 10-20 mikronos hullámosszakon a nap az gyakorlatilag már elhanyagolható. Ha van egy távcsőnk, ami képes 10 mikronon mérni, annak teljesen tök mindegy, hogy nappal van vagy éjszaka, mert a nap hatása zérus. Tehát ha például tudunk egy olyan távcsövet építeni, ami használható az optikaiban és az infravörösben is, akkor az egész évben tudunk mérni, 365 napszor, 24 óra, az nagyon sok idő, mert éjjel, tehát a sarki éjszakában mérünk optikai tartományba, a sarki nyárban mérünk infravörös tartományba. Hát kitérlek, hogy ott a nap, hát ez 10 mikron nem számít, nem jelent. Tehát ez egy nagyon, nagyon vonzó dolog, ha tényleg ez elérhető. A másik dolog, nagy a tengerszint fölötti magasság, ugye sötét, hát nem sokan laknak az Antarktiszon, fogalmazzunk itt. Tehát a természetes fényszennyezés az elég, a mesterséges fényszennyezés az meglehetősen gyér. A természetes fényszennyezést azt hiszem, ne felejtsük el, sarki fény. A déli sark környékén elég fényes a sarki fény. De mégiscsak sötét, hideg, száraz, igazából nincs sok felhő az Antarktisz fölött, csapadék meg szinte semmi, nagy tengerszint feletti magasság, szelek nem nagyon fújnak, mert ugye a Földön ilyen jetstreamek itt így körülötte forognak, körülötte mennek, de itt igazából nincsenek nagy szelek. És hát ugye a kérdés az, hogy a gyenge turbulencia. Azt kell látni, hogy az Antarktisz legtöbb csillagászati obszervatórium kritérium szerint potenciálisan nagyon jó hely lehet. Mert a sötét, a hideg, a száraz, a nagy magasság, alacsony felszíni szélsebesség az igazából gyakorlatilag definíció szerint teljesül. Az igazi kérdés, ami miatt különböző helyszíneket vizsgáltak az elmúlt években, az a turbulencia, a seeing, az milyen, az Antarktiszon. Ez az, ami ismeretlen kérdés, mert azt nehéz az űrből például, nem lehet az űrből mondjuk megmérni. És igazából, amikor a következőkben lesz, különböző potenciális antarktiszi helyszíneken az ilyen seeing méréseknek az eredményei gyakorlatilag. Na és a lényeg az, hogy tehát a déli pólusnál, déli sarknál indultak el az első ilyen jellegű vizsgálatok, és aztán később kiterjedtek különböző egyéb helyszínekre.
És mint mondtam, itt van az antarktiszi plató, ami egy ilyen hatalmas nagy fennsík, és ezen vannak ilyen kiemelkedések. Most ezt nem úgy kell érteni, azok hegyek. A kiemelkedés, azt mondjuk úgy kell érteni, hogy egy picit magasabb, mint a környezet. Na most, hogy mennyire picit? Itt van ez a Dome C, továbbiakban angolul fogok rá hivatkozni, Dome C, a C Dome. Ez itt egy 3200 méteres átlagos tengerszint fölötti magasságú pont, ami annyira töklapos, hogy 100 kilométeren belül 3 méter a fluktuáció a magasságban. Tehát ez annyira lapos, amennyire lapost mi nem is tudunk megszerkeszteni. Tehát ez a dóm, ez a kiemelkedés, ez valójában egy ilyen több száz kilométeres távolságon, ilyen pár méterre így, hát pár tíz méter igazából. És ez annyira nyugodt a levegő, hogy innen kvázi lefolyik a levegő, és nem történik semmi. Tehát ezért azért vannak ilyen különböző pontok, majd itt később lesz még a C-dóm, az A meg az F-dóm, amik ilyen kiemelkedések a platón, ahol ugye 3 km vastag jégrétek tetején lehetne esetleg csillagászatot művelni. De a legelső felvetés az még egyszer, tehát Amundsen Scott bázis a déli sarknál. Ugye ott történtek a legelső mérések, hogy vajon az Antarktiszon milyen lehet a turbulencia. Most egy dolgot zárójelbe hadd jegyezzek meg, aztán majd folytatom ennél a kérdéstől. Azért egy hátrányt ne felejtsünk el. A nagyon szép dolog, hogy adott esetben fél éven át éjszaka van, vagy mondjuk 5 hónapos az éjszaka, meg 3 hónap a szürkület, meg akkor mennyi, 5, meg 8, 4 hónap a nappal. Tehát nem mondjak 14 hónapos évet. De azért azt is vegyük észre, hogy a déli szélességnek, ilyen nagy déli szélességekről nem látszik az égnek az egész. Még csak fele se. Szóval fele se. Tehát amit veszítünk azáltal, hogy jók az észlési körülmények, az az, hogy a vizsgálatainkat le kell szorítani a déli égre. Most erre azt mondja az ember, hogy igazából csak a Magellán felhőkkel egy életet el lehet tölteni, tehát ez nem egy olyan nagy probléma. De mondjuk a Z. Ursa Majorisnak a fénygörbét az Antarktiszon nem fogjuk megtudni, mert az a horizont fölé se jön soha az életbe. Tehát a déli deklinációs egek. Tehát ezért ez egy nagy hátrány, azt mondja, vegyük észre. Lehet, hogy folyamatos, lehet, hogy akármi, de egy közepes szélességről, ahonnan gyakorlatilag az egész ég látszik, mondjuk Chiléből, az egész ég látszik gyakorlatilag. Hát sarkcsillag nem látszik meg a Sigma Octantis. Hát kit érdek? Hát nem, a Sigma az látszik. Nem. Sarkcsillag nem látszik meg a Beta Umi, meg UCEP, hát kit érdekel. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy tehát ezért ez egy nagy hátrány, de ez ettől függetlenül a helyszín az pezsgő, vagy mondjuk így, mi ez? Keresek egy igét, amit nem találok. Piszkálja az ember fantázi. Piszkálja az ember csőrét. Na tehát, visszatérünk, mennyire jó a légköri turbulencia az Antarktiszon. Hát itt ugye van egy ilyen kis, igen, sötét, hideg, száraz, nagy tengerszint felett, alacsony felszíni szélsebesség, ugye? Oké, igen. És amikor ez az egész így fölmerült, hogy tényleg csináljunk valamit, akkor telepítettek egy ilyen dobozt, aminek a tetején van egy lyuk, ahol kinéz egy távcső, és a seeinget mérte. Tehát kiraktak egy ilyet, ami több hónapon keresztül nézte azt, hogy egy fényes csillaguknak a képe az hogyan táncol egy ilyen kétlyukú apertúrán keresztül nézve. És hát ami a déli sarknál kiderült, hogy nem. Ott ritka pocsék a seeing, valami oknál fogva. Amire biztos lehet valamiket, magyarázatokat kitalálni, de hát ez teljesen lényegtelen. Nem jó, nagyon turbulens a légkör a déli sarknál. Tehát a déli sark jó megközelíthető, van már 50 éve bázis, ugye a szovjet-orosz banda, nemzetközi, európai, ausztrál, amerikai, Kína, mind ott van a déli sarknál, ott nem lesz obszervatórium, nem azért, mert a földről, vagy a klimatológusok nagy fényszennyezést csinálnának, hanem azért, mert nem jó a turbulens tulajdonság. Na most, vannak-e más jó helyek? Na most itt van ez a térkép, amit az előbb nagyjából elmeséltem, hogy tehát a déli sark közel a tengerparthoz, megközelíthető, és akkor itt van ez a plató, itt a színezés a tengerszint fölötti magasságot mutatja, és lehet látni, hogy a C-dóm,
ami iránt az elmúlt 10 évben nagyon sokan érdeklődtek. Az 3260 méteren van, 75 fokos déli szélességen, és nagyon ígéretesnek tűnt a dolog. Aztán itt vannak még magasabb területek is, 4000 méter fölé megy az Antarktisznak a legteteje, és akkor ott lesz majd még a A-dóm, meg az F-dóm, amiről majd kicsikét hát beszélek. Most ez volt itt az, ami felvetődött valahol a 2000-es év környékén. Tehát azt szeretném ez az egészen sugallni, hogy valójában itt egy 10 évesnél fiatalabb vizsgálatokról van szó, amikor felvetődött, hogy ez a dóm itt esetleg jó lehet. És akkor merült fel, hogy hát nézzük meg. A probléma az, ami azonnal fölmerül, hogy ez nagyon messze van a tengertől, sokkal messzebb van. Tehát ide eljuttatni bármit, ami nehéz, az nehéz. Tehát, hogy mondjam, tehát bármi nagy méretű, nagy tömegű, az ugye itt nem repülők közlekednek, hanem nagy traktorok húzzák a jégen. Ezért aztán az nehéz, az probléma lehet, de nézzük meg, milyen ott a légköri nyugodtság. Tehát igen, sötét, hideg, száraz, nagy, alacsony, és milyen a turbulencia? Ez volt az elmúlt 10 évben egy nagy kérdés. Most erre épült egy ilyen másik fantázia nevű ilyen kis zöld akármi, nem is tudom, hogy mondjam, amiről egy picikét beszélek, hogy jut el az ember ide, vagy hogy jutott el mondjuk 6 évvel ezelőtt, vagy 7 évvel ezelőtt az ember az Antarktiszra. Ez itt Ausztrália, aki nem ismerné föl. Ez egy valamiféle távlati kép az Antarktiszról. Ugye Hobart, az Tasmania fővárosa, onnan, ha elindul az ember, akkor ott van egy ilyen francia nevű partra szálló hely, nem akarom kiejteni, ez egy 6 napos hajóút. És akkor aztán megérkezik, akkor ilyen dolgokat lát. Jó, hát örülünk. Onnan mehet tovább az ember a C-dómhoz, ami az emberek számára rövidebb, mint az eszközök számára. Most ausztrál csillagászok szeretik kihangsúlyozni, hogy a C-dóm iránt Ausztrália azért érdeklődik nagyon, mert ez lehetne a legközelebbi nagy obszervatórium, vagy fontos obszervatórium Ausztráliához. Chile 16 óra repülőút, Hawaii 12 óra repülőút, ide valójában oda lehet érni, ezt a 6 nap hajótat le lehet rövidíteni pár órás repülőútra, pár órás. Reggel indul az ember, este ott van. És mondjuk így, ez a legközelebbi ilyen nagy obszervatórium lehetne. Ugyanen a parti kikötőtől a CEDO még ugye 5 órás repülőút ilyen kis kerregővel, a szállítmányokat ilyen motoros vontatók húzzák el 8 nap alatt. Tehát azért remélem átérezzük, hogy ezek nem olyan egyszerű dolgok ilyeneket megépíteni, és nem olyan egyszerű dolog ezt az egészet megszervezni. Tehát én egy másfélszer, két és fél méteres betonkockát szervezek már 2 hónapja piszkés tetőre, és még mindig nem járok szinte sehol vele. Tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog egy ilyet megszervezni. C-dó. Nagyon jó kép. Tehát mutatja, hogy itt semmi nincsen. Tehát az úgynevezett dóm, az valójában egy pont. Szinte azt mondanánk, egy imaginárius pont a jégen, arra ráfogják, hogy az ott a C-dóm. Tehát nyilván itt vannak ilyen mondjuk lézeres magasságmérések, és akkor az ember tudja, hogy hol van a lokális maximum, és akkor az ott a C-dóm. De hát ugye ez egy... Hát amikor megyek néha, vagy mentem volt, vagy hogy mondják ezt nagyon régmúltban, tehát amikor Debrecen felé jártam régen, és akkor ott a Hortobágy mellett, és akkor iszonyú lapos. Hát ez még iszonyúbb még. Na, mit lehet tudni erről a helyről? Tehát tengerszint fölötti magasság, hogy 10 méterre kevesebb, elpárolgott a jég. Ugye nyári hőmérséklet mínusz 25 és mínusz 50 fok közé esik. A téli hőmérséklet mínusz 50 és mínusz 90 fok között, Celsius fok. Amikor írtam ennek az előadásnak a rövid ajánló szövegét, akkor elkezdtem írni azt, hogy a C-dóm, ahol a hőmérő higany szála akár mínusz 90 fokra is leereszkedhet. Ugye ez hülyeség, mert mínusz 40 fokon megfagy a higany. Tehát ide nem ereszkedik a hőmérő higanyszál sehova, mert megfagy félúton. Tehát ez egy nagyon hideg hely. Átlagos szélsebesség 2,7 méter per szekundum, 10 km per óra. Legnagyobb szélsebesség, amit valaha mértek az elmúlt években, 20 méter per szekundum, 72 km per óra. És a légnyomás az olyan, hogyha az magasság lenne, akkor 4000 méteres magasságra kell fölmenni, mondjuk közepes szélességen. Ez egy ilyen elég jó hely, jó hűvös.
Ugye déli sark és a C-dombnál a hónap függvényében a átlagos napi hőmérséklet, tehát mínusz 27 és mínusz 60, de hát hidegebb napokon, hidegebb éjszakákon mondjuk pár, igen, mínusz, mert magasabban van, mínusz 90 fok is lehet. Na most én nem voltam még soha mínusz 90-ben. Én még mínusz 35-be se talán. Te voltál mínusz 90-ben? Nem, egyszer lestoppoltam egy űrgét az autópályán, aki tengészbe volt dolgozni. Igen. És azt mondta, hogy mínusz 25-30 alatt tök mindegy. Tehát a mínusz 25 meg a mínusz 40 az már ugyanaz. Ugyanúgy megfagy, mire leér minden folyamatokat. Tehát a lényeg az, hogy ez egy, mondjuk egy elég barátságtalan hely első közelítésben, de csillagászni számomra akár érdekes is lehetne. És ugye az évek során ilyen szép bázis épült oda, mert az érdeklődés az megvan. Ugye ez itt a kapa, ez az épület, amit valami betű szó, teljesen mindegy, itt egy ilyen kis kép, ez nem a Föld görbülete, hanem a mi a fene, Fish Islands, a halszemoptikának a görbülete. Ugye kapacitás ennek az egész tábornak, hanem kb. 50 fő, ugye nyaranta, tehát ez a C-domnak a nyári tábora. Tehát esetleg föl lehetne vetni MCE nyári tábor. 2012. decemberében, ugye ott nyár fordítva van, november, december, január. 97 óta vannak emberek, 3 hónapig nyaranta, 50 fő maximum itt lehet. Hát emberpróbáló lehet azért. Itt ugye Ákos többször, keresztül Ákos többször tartott itt a Mars analógia bázison egy hét, meg mit tudom én, szerintem ez kicsit keményebb lehet, gondolom én. Sajnos nem voltam itt még soha. Szeretnék egyszer elmenni. Ugye ez a Concordia állomás, 2x20 méteres ikertorony, nagyon jó science fiction horrorokat lehetne egyébként forgatni. Ugye jön a idegen lény, és akkor leöl mindenkit, és aztán a hős, aki nyilvánvalóan egy nagyon szép geológus nővel küzd a gonosz ellen, megmenti a Földet az antarktiszi jégelolvadásától és a világóceán 100 méterre való szintemelkedésétől. Tehát de nagyon jó filmeket lehetnék forgatni, kicsit drága lenne. Na most 2005 óta már télen is működik ez a Concordia állomás. Hát nem csak most vannak ott éppen emberek, hanem telente is vannak emberek. Na most, hát ez egy elég pekuliáris embertípust igényel, mert hát az az igazság, 5 tudós összezárva mondjuk fél évig egy ilyen állomáson. Hát én nem akarok el vad fantáziákat, hogy az milyen a végén, de szerintem utána nagyon örülnek, ha ott hagyják. Én egyszer találkoztam egy fickóval, egy olasz fickóval, aki jött és Sydneybe ott megállt egy pár hát órára gyakorlatilag, másnap már repült tovább. Hát az egy dolog, hogy borostás volt, mint az állat, de úgy érezni lehetett, hogy fél évet távol töltött a világtól. Na most nincs szélessávú internet, iridium szatelitekkel van ilyen modemes hálózathoz hasonló, tehát naponta e-maileket lehet esetleg olvasni, nincs böngészés, csak e-maileket lehet küldözgetni. És itt vannak ilyen életképek a Concordia állomásnak a hát életéből. És ez a zöld, amit az előbb mutattam, ez 2003. január óta vizsgálódik itt. Ugye Antarctic Automated Site Testing International Observatory, tehát az AAS-ben semmi ausztrál nincs, ez egy teljesen nemzetközi projekt. Itt ez egy olyan ilyen kis, nem is tudom minek nevezzem, földfelszíni tengeralattjáró, vagy jégfeljáró, ahol van egy olyanféle automatikus rendszer, ahol hő, táp, vezérlés és kommunikáció mérőműszerek számára meg kell, hogy legyen. Kevesebb, mint 1 kW kimenő elektromos teljesítményre van szükség a műszerekhez, viszont 80 fokos hőmérséklet különbséget kell fenntartani a külvilághoz képest, ami néhány kW hőt termel, és autonóm adatgyűjtés és továbbítás van, és hát emberek is vannak itt. Adott esetben így néz ki belülről. Itt például egy seeing mérőeszköz, tehát amikor az ember mínusz 60 fokban van, ugye? Ez... az nem egy olyan dolog, hogy akkor az ember kiteszi a távcsövét, és akkor nézelődik benne. Ott akkor egy temperált helyen, egy ablakon keresztül néz ki az ember, és akkor ott csinál valamiket. Tehát például ez egy seeing mérő eszköz, egy távcső, ami néz kifelé egy üvegablakon keresztül, mintha az űrben néznénk kifelé. És akkor emberek is itt vannak, és akkor itt dolgoznak.
Hát egy ilyen kis kamera, ami nézi kint, hogy hát mit tél, hogy csapódik le a jég esetleg a párából, ami a levegőben esetleg lehet. És akkor nem tudom, itt lehet látni, ami elég cirkusz van itt, hát hogy az ember egy idő után már nem törődik a renddel. És a lényeg, végre rátérek a lényegre, kiderült a több éven keresztül végzett seeing mérésekből, tehát turbulencia mérésekből, hogy a C-dómon az átlagos seeing ívmásodpercben 0,27. Na most akinek nem mond semmit az, hogy egy ívmásodperc mekkora, annak ez sem mond semmit. Akinek mond valamit, tehát mondjuk úgy, hogy ezt a Nature-ben lehetett lepublikálni, ezt a mérési eredményt. Ez egy Nature cikk volt 2007-ben, ha jól emlékszem. A déli sarkon 1,8 ívmásodperc piszkés tető, vagy Siding Spring. Ugye Mauna Kea fél ívmásodperc az átlag, Mexikó 0,59, Cerro Paraná Chile 0,8, La Palma, Kanári-szigetek 0,76. Tehát ez messze jobb, mint bárhol máshol a világon, ahol eddig megmérték a seeinget. Van itt egy ilyen ábra is, ami nagyon borzasztó ábra, elnézést kérek tőle. A mért seeing histogramja, azaz eloszlása. Milyen seeing érték hányszor fordult elő? A legjobb seeing mérés az 0,07 ívmásodperc. Tehát 700 ívmásodperc. Ugye a Hubble űrtávcső vevő FPC 2 kameráján 500 ívmásodperc volt egy pixel. Azzal összevethető seeinget ismértek itt. Az átlag azért lehet látni 0,3 körülire esik valahova, és itt van egy nagyon ronda, nagyon nem látszó kék, sötétkék vonal, ami mutatja a kumulatív eloszlást, kumulatív valószínűséget, milyen seeing értéknél mekkora százalékkal kisebb, mondjuk így. Ha ez itt 100%, akkor itt lehet látni, hogy a fél, tehát 50% az valahol 0,27 ívmásodperc. De mondjuk egy 90%-ot is valahol 0,4 ívmásodpercnél érjük el. Tehát az idő 90%-ában 0,4 ívmásodperc vagy jobb a seeing. Míg például ez a kumulatív eloszlás, például Mauna Keára, az 50% az ugye az a 0,6 ívmásodperc, a 90% meg valahol 0,9 ívmásodpercnél van. Mint a Cerro Paranál, ugye Chilében, ott még inkább egy kicsit ilyen laposabb az eloszlás. Tehát ugye ez potenciálisan a seeing tekintetében és minden más tekintetében a legjobb hely lehet a Földön távcső építése. Persze, mínusz 60, mínusz 80 fokban más a technológia. De mégiscsak. Most ennek a mérésnek a előzetes eredményei, majd aztán a végső eredményei inspiráltak egy tervet, ami Pilot névre hallgatott, Pathfinder for a Large Optical Telescope, tehát úttörő egy nagy optikai távcső felé. A nagy fantáziai emberek kezdetől fogva egy 8 méteres távcsövet szerettek volna, vagy szeretnének ide felállítani. De hát először demonstráljuk azt, hogy tényleg lehet egyáltalán ide távcsövet építeni. És ekkor 2005-ben, 5 évvel ezelőtt az elképzelések egy 2 méteres távcsőről szóltak ezen a helyen, aminél hát kimutatható, explicit számszerűsítő, hogy a teljesítmény per ár arány még a hideg miatti problémák mellett is a legjobb a földfelszíni távcsőkre. Mert annyival jobb a teljesítmény, ez a nagyon jó seeing miatt. És a gyakorlatilag a képessége ennek a sokkal nyugodtabb légkörnek köszönhetően összevethetőek egy közepes szélességgel levő 8 méteres távcsővével. És akkor mondjuk a legelső elképzelések, amikor még csak ilyen fantázia volt, azok arról azzal operáltak, hogy egy ilyen dombot építeni ott a jégből és annak a tetejére. Mert azért azt el kell mondani, hogy ez a nagyon jó seeing mérés, ez a nagyon jó seeing mérés, ez olyan 20-30 méter közötti magasságtól válik érvényessé. Tehát bármit akarunk oda építeni, azt legalább 20, de inkább 30 méterrel a felszín fölé kell emelni, mert a felszín környékén van egy ilyen átmeneti réteg, ahol van turbulencia. De már nagyon gyorsan elhal, és kiemelkedsz belőle. 30 méternél már tutira kiemelkedsz belőle. Ugye 30 méter, az például a piszkés tetői, hát, az van 30 méter a teteje. A Szegedi Dóm téren, ugye a Szegedi Dóm az 56 méter, tehát fél útig kell elmenni a dóm magasság. Hát ilyen 6-7 emeletes épület. Tehát nem olyan vészes, mint hogyha mondjuk 200 méterest kéne. Tehát a legelső tervekben egy ilyen elképzelés ott, hogy ez az a távcső, ez az a projekt, ami aztán 2008-ra már egy 2,5 méteres távcsőre hízott,
És ez az a projekt, aminek, amihez van nekem is volt egy annyira mikroszkópikus kis közöm, hogy szinte nem ismerem megemlíteni. Kidolgoz, részt vette annak a kidolgozása, hogy milyen tudományt lehetne egy ilyen távcsővel csinálni. Tehát föltételezze, hogy ez a távcső megépül, mire használnánk? Most ez egy ilyen 60 szerzős cikknek a... Három 60 szerzős cikkbe lett leírva, és akkor kettőben ír is szereplek, mert ott egy hadbekezdést írtam róla, hogy mit csinálnék én, ha az Omega Centaurit mérhetném fél éven keresztül ezzel a távcsővel. Tehát ez 2,5 méteres optikai infravörös távcső elképzelés, ez a Pilot 2008-as tervei, Concordia állomás a C-Dome-nál, kettős szerep, egyrészt úttörő, másrészt maga is egy unikális tudományt tudna végezni, azzal, hogy mondjuk fél évig lehetne mérni valamiket. És egy nemzetközi együttműködésben elképzelt műszer. A legutolsó fantázia rajz, mielőtt az ausztrál kormány döntése a óriás Magellánhoz való csatlakozásról megölte ezt a tervet, az úgy nézett ki, hogy egy ilyen 30 méteres torony tetejére egy fűtött kupola, ahol egy túlnyomás folyamatosan kifelé küldi a levegőt. Mert azért az évek során kiderültek. Nem a nagy hideg a probléma itt. Az, hogy hideg van, jó, hát űrben is hideg van, mégis vannak űrtávcsöveik. Tehát nem a hideg az igazi probléma. Az igazi probléma, amit ezen a helyszínen van, hogy annyira hideg, tehát végülis a hideghöz kötődik, de mégse igazából. A levegő relatív páratartalma az nagyon nagy. Nincs sok pára a levegőbe, de mégiscsak a harmadpont alatt van. Igazából 150%-os túltelítettsége van a helyi levegőnek, és minden zuzmarásodik. Tehát a marák, azok lehetnek jók, a zuzmarák, azok nem jók. És az a helyzet, hogy mindenféle teszttávcsövet kiraknak emberek, és gyakorlatilag szinte megoldhatatlan problémának bizonyult legalábbis 2008 végéig, hogy mi a fenét csinálunk, állandóan bejegesedik az a vacak. Tehát nem jegesedik, hanem ilyen zuzmara csapódik. Nincs havazás, mert nincs csapadék, de mivel túltelített a légkör, relatív páratartalma nagyon nagy, ezért az uzmarásodást ezt meg kell valahogyan előzni. De ez nem tűnik teljesen reménytelennek, de ez egy probléma. Ilyen áttekintés, egy ilyen elképzelés volt, tehát 2,5 méteres tükör. A tükörkép alapján ez nem az Antarktiszon van felállítva, hanem ilyen szép zöld fákat látok benne. De szerintem az valahol közepes földrajzi szélessége lett elképzelve. Tehát egy két Naismith fókusz, tehát 0,4-től 40 mikrométerig. Mert a másik dolog, ami kiderült viszont, ami nagyon előnyös, hogy olyan közepes hullámhosszú tartományokon is átlátszó a légkör, mert mégiscsak abszolút értelemben száraz, és magasan van, amihez korábban csak a Spitzer űrtávcső volt képes az űrből. Tehát ilyen 10, 20, 30, 40 mikronig gyakorlatilag teljesen átlátszó a légkör. Tehát nem csak az a nagy előny, hogy nagyon jó a seeing, hanem a infrába is átlátszik. Ezért aztán ezt a távcsövet úgy tervezték meg, hogy gyakorlatilag a kéktől a 40 mikronig mindent. Egyfokos látmezőben diffrakcióhatárod, 30 méteres torony tetején, zárt hőmérséklet és páratartalomra szabályozott kupola, 24 órás távészel és minimális emberi beavatkozásra. Tehát ez egy nagyon jó kis műszer lett volna, ha ez így megvalósulhatnatott volna. Kicsit keverem az igeidőket, mert itt ezek folyamatosan ilyen turbulens dolgok történnek. Habár a légkör az nyugodt, de a pilot tervek azok turbulensek. Ugye 2008-ban a projekt főbb állomásai, ugye koncepció az két évvel ezelőtt, sőt más évvel ezelőtt forrott ki. Meg kellett volna találni a B-fázisnak, tehát a konkrét megvalósítási terveknek a forrását 2008. szeptemberig, ez még meg is lett egyébként. A részletes kidolgozás, de nem a teljes összeg, a részletes kidolgozás ebben a 2-3 évben történt volna, ellenőrzés 2011-ben, építés 11-12, első részlés 13, működés 10 év, 2013-23. Na most ez megvalósulhatott volna, ha Ausztrália nem az óriás Magellán mellett tette volna le a voksot, a kormány. Hát kellett volna 100 millió dollár, és az nem volt. Na most közben történtek dolgok, európaiak elkezdtek nagyon érdeklődni ezen terv mellé, és tavaly májusban azt mondták, hogy egy PLT fantázia nevű távcsövet nézzük meg, hát ha mégiscsak meg tudjuk valósítani európai forrásokból, főleg európai forrásokból, ahol a PLT az a Pilot-like telescope, tehát a Pilothoz hasonlító távcsőnek a
rövidítése. Tehát itt most zajlanak az események, lehet, hogy mégiscsak lesz ebből az egészből valami. A kérdés az az, tényleg a C-dóme a legjobb. Tehát nyilván, amikor az ember azért el akar dönteni valamit, akkor szeretné meggondolni azt jól. Hát mégiscsak kiadunk egyszer mondjuk 100 millió dollárt, vagy 100 millió eurót egy ilyen eszközre, csak jó lenne tudni, hogy tényleg az a legjobb felhasználás annak a 100 milliónak. További helyszínek, amik fölmerültek az elmúlt 5 évben, az A-dóm, jóval messzebb mindentől, meg az F-dóm, viszont még nagyobb tengerszint fölötti magasságon. És itt megjelent egy új komponens a fejlesztésekben, Kína. Kína, mint mindenütt. Ugye még mindig vannak emberek, akik Kínát valamiféle kultúrfölény hamis pozíciójából ítélik meg. Nem kell ilyen hamis pozíciót fölvenni. Kína egy nagyon fejlett ország, még hogyha az átlagos a szegénység meg is van, de nagyon sokat fejlesztenek, nagyon sokat fejlődnek, és tényleg egyre több területen Kína vezető országgá kezd válni. És úgy tűnik, hogy az Antarktiszon lehet, hogy Kína átveszi a kezdeményezést. Na most az A-dómot is például egy kínai expedíció látogatta meg először. Tehát ugye már 1,3 milliárd kis kínaiból, hogyha ezt a kultúrfölényt most itten próbálom hát ironizálni, vagy ironikusan megközelíteni, van néhány, akit kiküldtek, kizavartak a sarki éjszakába, vagy a sarki nappalba, és akkor nézzétek meg, elvtársak, hol lehet még esetleg valamit építeni az Antarktiszon. Tehát igazából bámulatos, hogy Kína mit csinál, és szerintem a 21. század az Kínáról fog szólni. Hát már arról szól. Ugye az A-dóm, itt ez egy ilyen magassági térkép próbál lenni, 4100 méteren van, tehát 900 méterrel magasabb, 850 méterrel magasabb, mint a C-dóm itt. Legmagasabb, legszárazabb, leghidegebb, legnyugodtabb. Csupa leg. Viszont a legmesszebb is van tényleg mindentől, tehát nehéz. És akkor felmerült a kérdés az, hogy mennyivel jobb az A-dóm, mint a déli sark, vagy a C-dóm. És akkor ennek a megvizsgálására született egy projekt a Új-Dél-Walesi Egyetem, a Sydney Új-Dél-Walesi Egyetemnek a bandája által vezetve, ez a Plato műszer, ami egy ilyen valamiféle terv, rakjunk ki egy ilyen konténert, aminbe lyukakat fúrunk, azokat befedjük valami védő üveggel, és azon át nézzünk kifelé mindenféle eszközzel. És akkor mindenféle dolgokra szükség van, telekommunikációs torony, generátor, napelemek, és a műszermodul, ez itt 2 méter és 50 méter, egy biztonságos távolság generátormodultól. Hát itt ilyen dolgokat kell csinálni, hogy 400 watt nyáron, 1 kW télen, fűtés 400 watt, az a műszereknek, fűtés 400 watt nyáron, 1 kW télen, teljesen autonóm, itt nincs ember, itt nincs, még kis kínai sincs, itt semmi nincs, itt csak ez teljesen robot műszer, kommunikáció, kis sávszélességű iridium műholdakon keresztül, és mindezt egy 6 méteres konténerbe kell bepakolni. Ez egy jó projekt volt, több doktori értekezés, meg diplomamunka született ebből a Új-Dél-Walesi Egyetemen, és itt ezek között megjelent egy műszer, a Gattini teljes égbolt kamera, amihez megint csak van egy pici közöm. Majd egy kicsit később beszélek még. Tehát ezért mondom, nem teljesen azért lárpullár, amiről itt most beszélek. Nagyon sokféle kísérlet, a cél vizsgáljuk meg az A-dómnak a légkörét. És így nézett ki Sydneybe, azok emberek, akik mászkálnak ezen a sárga vackon. Ugye itt egy rövid nadrágos embereket lehet látni, ami jelzi, hogy ez még nem az Antarktiszon készült. Bár én láttam egyébként antarktiszi fotókat is rövidnadrágos emberekről. Hát nyáron a mínusz 25-ben ki lehet bírni. Ugye, na és akkor itt került be Kína a képbe, a szállítást és eleve az A-dómot kvázi kínai fennhatóságnak lehet tekinteni, és 2008. január 11-én, immáron 2 évvel ezelőtt érkezett meg a Plato, hát erre az A-dómra. Itt ezek minden nagyon boldog kínai tudósok. Megérkezett, ilyen traktorokkal lehet kivontatni az eszközt, és akkor kezdjük meg a méréseket. Ugye Plato a dóm án, kipakolták az összeset, hát ugye mindenki ismeri mondjuk az asztrofotós barátainkat, akik megérkeznek Ágasvár, és akkor elkezdik kipakolni a vackaikat. Tehát az állvány, a okulárdoboz, akkumulátor, a drótok, a hosszabbítók, ne lépj oda, mert ott mit tudom én. Hát ez is olyasmi, tehát ki kell pakolni a kis kupleráit, és akkor lesz ott valamiféle mérőműszer.
És ez működik immáron 2 éve, ez most is működik. Ebben a pillanat, most nappal van, tehát nem működik, de most is él. És itt ez az a projekt, amihez nekem is egy hangyányi közöm van. Ann Moore, egy volt ausztrál, most kaliforniai csillagász, aki vezérli ezt a nagylátószögű optikai kamerát, egy Apogee CCD 90x90 fokos látómezővel, hát az fél ég, negyed ég. Szűrőváltóval, Stender Johnson szűrőkkel képeket készít ez a sarki télben, sok 100 gigabyte kép készült, és igazából amire használjuk, az, most ezt mondhatom így, fényes változó csillagok fotometriája. Tehát ilyen görögbetűs csillagok fényesség mérése. Tehát 2K-szor 2K-s CCD, így néz ki egy nyers kép. Ott lehet látni a tejutat, Magellán felhők, fényes csillagok, hát néha bejönnek sarki fények, nagy ritkán felhők, de ez tényleg nagyon ritkán, és akkor fényes csillagok fotometriája történik ezzel a műszerrel, ami nyilvánvaló azt vizsgál, hogy egyáltalán milyen a stabilitása a légkörnek fotometriai szempontból. Akkor van például egy olyan műszer, és ez sajnos nincsen semmi közöm, ami például az égboltnak az optikai spektroszkópiát csinálja, van egy ilyen kis gömb, és akkor ebben van 6 pár optikai kábel, ez a 6 pár optikai kábel, az optikai szál eljutatja egy spektrográfba a fényt, és készülnek a színképek az égboltról. Ez egy ilyen nagyon, nagyon komplex hát mérőműszer, ez egy ilyen kis kütyű. Hát vannak emberek, akik nagyon szeretik az ilyen kis kütyüket, hát ez a plátó, ez alkalmatott ilyeneknek. És akkor van egy webkamera, ahol lehetett nézni, ez ugye tavaly április 30-án még nem ment le a nap, ugye olyankor az van, hogy a horizonton megy körbe a nap, nem megy le még, de már majdnem. És akkor mondjuk májusban már azért az Orion felismerhető egy ilyen webkamerán, ránézek és fázok. És hogy ez minek köszönhető, hogy ez az egész egyáltalán megvalósulhatott, az ezek a nagyon boldog kínaiak, akik aztán később itt is vannak még. Tehát a... Igen, tehát a kínai... Na most a plátó méréseiről, az ádómról, az ádómon végzett mérésekről még nem tudunk konkrétumokat. A Gattini egész égbolt vagy fél égbolt kamerájának adatait azt majd most fogja megkapni a Caltech-es hölgy. Most van egy beadott pályázatunk az amerikai kutatási hivatalnál, hogy majd valakit fizessünk, hogy az analizálja meg. Minden esetre elképzelhető, hogy az A-dóm az lehet, hogy jobb lesz, mint a C-dóm. Ez valamiféleképpen az volt így ezzel az egész előadás, ez az utolsó fólia, az volt az célom ezzel az egész előadásra, hogy rámutassak arra, hogy nem csak Hawaii, nem csak Chile létezik, vannak technikai nehézségek, hát mínusz 60 fok az elég nagy technikai nehézség, de nem megoldhatatlan egyébként, és mondjuk így, hogy a vadul száguldó fantáziájú emberek mellett realisztikus tudománytervezők is komolyan foglalkoznak azzal a kérdést, hogy építsünk távcsövet az Antarktiszra. Köszönöm szépen. Ha van kérdés, megpróbálok rá válaszolni. Nem mernek. Nem te volt az első. Többször elhangzott a... Többször elhangzott az F-Doom-ról, lehet bármit tudni? Igen, nincs fóliám róla, lehet arról is tudni, az is hasonló, mint az A-Doom. Kicsit alacsonyabb, tehát az A van a legmagasabban, de ott még nincsen ilyen komplex mérőműszer. Tehát most a prioritások és a elérhető pénzek az A-dómot tették előre. Csak én emlékszem, azért írtam oda az F-dómot, mert én emlékszek másfél évvel ezelőtt hallott előadásra, ahol az előadó arról lelken, de ezért nagyon nagy széles gesztikuláció, hogy az F-dóm is lehet, hogy tök jó. De konkrétumokat igazából nem tudok. C-dóm az a, ami a primér, vagy szóval primary, mondjad már szép magyarsággal. Elsődleges. Nem, jó, elsődleges. Ez az elsődleges helyszín, de most ez az A-dóm, ez egy ilyen friss. Az F az meg csak egy ilyen hipotézis. Körülbelül olyan szinten van szerintem, mint a holdi Shackleton kráterbe építeni egy távcsövet. Olyan terv is van. Tervezni lehet sokfélét.
Én megtervezek egy, egy 10 méteres távcsőt a Schwab-hegyre. De az igaz, nem fog megvalósulni. Laci, én azt szerettem volna megkérdezni, tehát hogy hogy lehet temperálni egy ilyen obszervatóriumi dómot ilyen körülmények között? Hogyha ha nagyon jól temperálod, ahogy én képzelem, akkor szeparálódsz a külvilágtól. Ha meg így nagyon átszellőzteted, akkor te magad vagy a valami forrás, igen. Zavart okozol vele. Tehát megmondom őszintén, erről hallottam hosszú előadásokat, de nem emlékszek a technikai részletekre. Tehát ez, de van rá megoldás, ezt most hidd el. Tudom, hogy hinni a templomba kell, de most azt mondom, hogy hidd el itt is. Most így nem tudok konkrétan ennek a technikai részletét, de megoldható, azt mondják. Ez a fránya, az uzmarásodás, ez az, ami nagyon kemény probléma. Kiraktak egy ilyen, mit tudom, egy C8-at, 8 hüvelyk és mit kezd szegrént, és egy hónap után vastag zuzmara teljesen befette. Ugye az Antarktiszon 50 mm csapadék van egy évben, de soha nem esik semmi az égből, az ebből jön össze. Igen, az uzmarásból. Mellesleg az a 3 km jég is ebből jött össze. Hát igen, tehát ha az ember türelmes, akkor összejön 3 km jég. Van aki kérdés? Van. És hogyan mérik a seeinget? A seeing mérése többféle módszer van. Amit én láttam működés közben, az azt csinálja, hogy van egy ilyen viszonylag kisebb távcső, ami két nyílát. Tehát elé raksz egy lapot, amin van két lyuk, és igazából az egy csillag képét is kettőnek látja, és annak a táncolásából a fókuszsíkba. Tehát van valami kis optika benne, de most annyira nem érdekes szerintem. De igazából azt, hogy fényes csillag képét távcsővel. Viszonylag hosszú fókusszal. Kérdés? Van még? Magát egyébként a turbulencia profilt például nagyon jól lehet mérni egy olyan technikával, amit itt nem használtak ismerteim szerint, de olyat csináltak, hogy kettős csillag, ami ilyen 10 ív másodperc. Tehát nem túlszoros, de most annak nézed a két képét egyszerre, és az, hogy egymáshoz képest hogyan táncol, abból lehet reprodukálni egy ilyen turbulencia profilt, mint 50 kilométeres magasságig. Hát nyilván valamilyen felbontásra, de lehet ebből azt is rekonstruálni. Szodárnak hívják ezt a technikát. A dár az valami dar, mint a radar. De vannak egyéb technikák is, csak nem értem mindegyiknek a működését most így kapásból. Mert nem tudom, fölidézt pontosabban. Van-e még esetleg? Hát hideg hely. Megfagyasztotta a kérdezőkét is, de nem baj egyébként. 1987. januárjában már észleltem mínusz 30 fokban egyszer-kétszer. Nagyon kemény tél volt akkor, hogyha még emlékeztek rá. Úgyhogy nem volt valami vidám. Most nem kell nagyra fölvágni ezzel a mínusz 30 fokkal. Mert ha megnézzük a C-dómnak, nem voltál itt bent, akkor persze lehet, hogy bent hallottad, de ha megnézzük a C-dómnak, ugye itt van, nyári hőmérséklet, mínusz 25, mínusz 50, tehát akkor süt a nap, tehát. De valóban, nem lehet egy víg dolog. Tegye fel a kezét, aki 87 januárjában szintén kint volt az ég alatt, és észlelt, tehát érdemésztést is folytatott, mert ez csak vacogott. Én nyertem. Én 86 novemberben kaptam a 40x600-as japán refraktoromat, és akkor télen látszott a Jupiter. Nem néztem, akkor nagyon fűtött az asztrohormon. Ja. Félig főteszem. Most olvasva a Leonidákat, kedvem lenne elmenni a C-dómra, és ott maradni egy-két évre. Szerintem csak száműzni kéne. De ott is van internet, ugye? Mint de ez csak ilyen mobil, vagy milyen modemes. Igen, igen. Akkor már ment csak voltam. E-mail. Akkor Csillagváros. Azt kitűnően lehet olvasni. Kinek és hová. Hányszor. Jó, hát szerintem én megköszönöm a figyelmet. Ahhoz képest, hogy 4,5 órát adottam mára, talán nem is volt az. Köszönöm szépen. Jövő héten Horóban a következő előadónk, Sárneczky Krisztián lesz.
Hát nyilván robbanásokról lesz szó. Csillagok, szupernovák. Külön köszöntöm Havasi Csabát orvosházán. Ő tudja, hogy miért. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.